A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, hetente 2-3 gyermeket diagnosztizálnak epilepsziával. Az epilepsziás óvodások és iskolások ellátásáról keveset tudnak a nevelők és pedagógusok, ezért rendeztek egy konferenciát a Városháza dísztermében. Most a konferencián elhangzott előadásokat hallgathatják meg, számítunk figyelmükre. Epilepsziás gyerekek ellátásáról szeretnék beszélni Önöknek. Az előadás apropóját az adta, hogy kb. Másfél évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt, ugye egyre több hír hangzott arról, hogy az allergiás reakció, anafilaxiás sok, EpiPen, és minden iskolában, tudtam, ma van 2-3 olyan pedagógus, akik ki lettek erre képezve, hogyha nagy baj van, akkor mit kell tenni? Jól tudom? Így van. És akkor úgy megfordult bennem a gondolat, hogy utána nézzek, hogy 2022-ben Fehér megyébe hány anafilaxiás reakció volt egész évben megyébe? És kiderült, hogy 2. És akkor elgondolkoztam, hogy hetente van 2-3 új epilepsziás gyerek, akit újként diagnosztizálunk, hetente 2-3 új. Ezeknek a része iskolából jön be, mentő hozza be. És hogy a nagyságrendbeli különbség van az epilepszia és anafilaxia között, ugyanakkor mind a kettő állapot nagyon veszélyes, életveszélyes. És innen jött az ötlet, hogy körbe kérdezzek, hogy van-e erről országos program, van-e erről bármilyen iránymutatás, és megkérdeztem különféle professzorokat, meg tisztviselők, és azt mondták, hogy hát erről nincsen, próbálkozás történt, de a minisztériumban nem volt erre fogékonyság. És akkor elhatároztam, hogy akkor erről kellene beszélni, mármint azért, mert hogy segíteni szeretnénk tanároknak, pedagógusoknak, óvoda, bölcsőde, iskola pedagógusoknak, hogy halljanak erről a betegségről, viszonylag gyakori, hogy tudják, hogy mi ez, mit kell tenni ilyenkor, és hogy ne legyen egy ilyen ismeretlen ellenség, amitől félünk, hanem hogy tudjuk, hogy mit kell tenni. És erről szeretnék most beszélni. Ugye, 6 pontba összeszedtem, hogy miről lesz szó, hogy könnyen lehessen követni. Egyik a betegségről, hogy mi az, hogy epilepszia betegség. Mit csinálunk, amikor egy gyereket kivizsgálunk, milyen vizsgálatok történnek, milyen kezelési módok vannak, milyen életmódi tanácsokat adunk, orvosi gondozás, megbeszélés, prognózissal kapcsolatos kérdések, és a végén magyarul útra való, vagy hát a közismerten egy take home message. A betegség jellemzése. Ugye nagyon régóta ismert az epilepszia betegség, már az ókorban is voltak ilyen betegek, és különféle módon nevezték el ezt az állapotot. Ugye a görögöknél, ugye nem fogom most felolvasni, milyen nevek vannak, ezeknek a magyar fordítása megragadni, fogvatartani, összecsomagolni, latinul a közismert morbus sacer, vagy szentek, vagy átkozottak betegsége, ki hogy fordítja, vagy az égi holdkóros betegség, vagy démoni betegség. Magyarul is nagyon érdekes nevei voltak az elmúltban. Ugye, ha valaki valami rosszat kíván valakinek, például a nyavajatörés, az hát az epilepsziáról szól. 3 különféle állapotot különböztetünk meg az epilepszia szempontjából. Van egyszer az epilepsziás roham, ami egy egyszeri roham. Az csak a roham jellemzésére használjuk. Van az epilepszia betegség, és van az epilepszia szindróma. Az epilepsziás roham az idegrendszernek egy rohamszerű, hirtelen, egyik pillanatról a másikra fellépő átmeneti működészavara. A háttérben kóros elektromos kisülések vannak, amik generálódnak itt-ott az agyban, és emiatt megváltozik az agynak a normál elektromos működése, beszűkül a tudat, vagy elveszti a tudatát, különféle pozitív, például feszülés, rángatózás, vagy különböző negatív elernyedés, vagy beszédképtelenség áll fenn. Itt a teremben is mindenki rendelkezik bizonyos fokú epilepsziás görcskészséggel. Van, aki több, van, akinek kevesebb. Ha valaki tapasztalta azt, hogy
erős fáradt állapotba megugrik néha a kezelába, az is egy fajta görcskészségnek a jele. Nem kell hozzá rohamra legyen senkinek. De van olyan gyerek és hát ember, akinek a rohamkészsége olyan, hogy minden kiváltó tényező nélkül spontán jelentkezik a rosszullét. Vannak különböző provokáló tényezők, mint például lázas fertőzés. Ugye a közhiedelem ellentétben nem a láz hozza ki a görcsöt, hanem maga a betegség és a betegség háttérében levő gyulladásos citokin vihar, a kiavatlanság, fáradtság, különféle toxinok. A gyerekeknél elvileg az alkoholról nem kéne beszélni, de most úgy belevettem, hogy a tájékoztatás miatt, hogy a hipoglikémia, az a vércukorszint esés, keringési vagy ritmuszavar, amikor az agy keringése romlik, és emiatt lesz valaki. Például egy ájulás kapcsán is lehet egy-egy megrándulás. Most van például a kórházban egy ilyen gyerek, akit emiatt vizsgálunk. Tehát vannak provokált rohamok, egyszeri rohamok, ezt hívjuk az alkalmi rohamnak. Az epilepszia betegség, akkor beszélünk, amikor valakinek olyan epilepszia hajlama van, hogy minden provokáció nélkül, előre meg nem jósolhatóan, egyszer csak jön a roham. Derült égből, van, aki megérzi, van, aki meg nem. És egyszer csak azt veszi észre magát, hogy a mentőbe tér magához, vagy nem tudja, hogy mi történt, megváltozott körülötte a világ. Van, akinek ilyen bambulós rohama van, van, akinek megfeszülős, rángatózós. Van, aki csak annyira rohamozik, hogy ilyen részleges rohama van, hogy alapvetően ő hall mindent, csak olyan meglassult az egész videó, amit ugye idézőjelben lát a gyerek, és nem tud beszélni. Vagy akar mondani valamit, és mást mond ki. Semmi más tünete nem kell legyen. Tehát bármilyen olyan állapot, amikor nem a szokásos viselkedést hozza, furcsán viselkedik, nem adekvált, tudatzavarral jár, valami plusz tünet, vagy valami mínusz tünet van, tehát egy megfeszülés plusz tünet, egy elernyedés mínusz tünet, amit nem tudunk pillanatnyi helyzettel magyarázni, az felveti az epilepszia betegség, epilepszia roham, illetve betegség lehetőségét. Ugye ez sokszor önkorlátozó folyamat, mert ha egy gyerek vagy egy ember elkezd görcsölni, ő addig görcsöl, ameddig az agya bírja. Ugye az agy kifejezetten cukorral működik, meg oxigénnel. Nem kell más neki gyakorlatilag a működéshez. És hogyha valami oknál fogva elfogy az oxigén, elfogy a cukor, akkor nem tud tovább görcsölni, mert az idegsejtek leállnak. Nem kell mondjam, hogy ez az idegsejt leállás, működési leállás, ez mennyire veszélyes tud lenni, és nekünk az a célunk, hogy megelőzzük, hogy ne legyen ilyen teljes kimerülés, ennek majd később fogom mondani, hogy mit kell tenni. Az epilepszia szindrómák azok olyan epilepszia betegek, akiknek valami plusz is még van az epilepszián kívül, speciális rohamok, speciális EEG, különféle MR agyi eltérések, különféle provokáló, ritka provokáló tényezők, vagy különböző társbetegségek, értelmi, pszichiátriai zavaroknak az együttes előfordulása epilepsziával együtt. Ez a szindróma, ebből egy párat felsoroltam ott lent, nem térünk ki rá részletesen. Mi lehet az epilepszia betegségnek az oka? Lehet agyi fejlődési rendellenesség, méhen belül szerzett oxigénhiány, vagy születéskor, vagy agyvérzés, az agynak a sérülése, zúzódása, agyvérzés, stroke, idegrendszernek a fertőző betegségei, agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, autoimmun agyvelőgyulladás, már több fajtáját ismerjük, agydaganat válthat ki ilyet, különféle gyógyszerek, mérgezések, kábítószer, anyagcserebetegség, genetikailag öröklődő epilepszia típusok is vannak, családi halmozódás megfigyelhető némely esetben. És van, amikor nem tudjuk, hogy miért alakul ki, mert nem találunk semmit a háttérben. Itt is van oka, csak még nem ismerünk mindent. Betegség jellemzése továbbra is, ugye előfordulása gyerekek körében 1-1,5%. Ezt most lefordítva magyarra, azt jelenti, hogy iskolában mondjuk van 400-500 diák, akkor azt jelenti, hogy 4-5-6 epilepsziás kell legyen statisztika szerint az iskolába. Van olyan fehérvári iskola, nem mondom a nevét, ahol egyetlen osztályban 3 epilepsziás páciensen van egy időben. Az alkalmi rohamok ennél jóval gyakoribbak, tehát mondhatni azt, hogy a gyerekek körében, amíg egy gyerek felnő, olyan 5-6%-oknak valamilyen bizonytalan, epilepszia-szerű, vagy epilepszia rohama előfordulhat. Lehet az tényleg epilepszia, lehet egy
lázgörcs, lehet egy furcsa ájulás, sok minden. Bizonyos életkorban bizonyos epilepszia típusok jelennek meg, ezek főleg a genetikai epilepsziák, ahol tudjuk, hogy bizonyos epilepsziás hajlam, vagy csak újszülött korban, vagy csak kis csecsemőkorban, vagy csak ilyen 5-12 éves korig jelenik meg, vagy csak 12 éves kor után. Tehát ha bejön egy gyerek élete első rosszul létével, az életkorából már tudjuk, hogy körülbelül hol keresgéljünk, és mit nem kell keresni, mert az nem lehet neki, mert az életkor szerint nem akkor jön elő, az agynak a különféle fejlettségi szintje szerint tud előjönni az a hajlam 12 évesen, ami benne volt végig, de eddig nem nyilvánult meg. Életkor előrehaladtával spontán gyógyulás is létrejöhet, vagy az epilepszia betegség fennmaradt, vagy akár változhat. A 12 éves kor előtt kezdődő epilepsziáknak egy jó részét kinövik a gyerekek, úgyhogy idő után már gyógyszert sem kell szedni, és teljes életet élhetnek. Aki 12 éves kor, 14 éves kor környékén vagy után kezdődik az epilepszia, ott már körülbelül ilyen 50-50% arány. Minél később kezdődik, annál kisebb a lehetőség, hogy valaha is gyógyszer nélkül teljes életet élhet. Itt még elmondható azt is, hogy a gyerekek jó része gyógyszer mellett teljesen rohammentes, és ha valaki nem tudja, hogy ő gyógyszert szed és epilepsziás, kívülről nem tudja megmondani. Nem egy fertőző betegség, nem lehet elkapni. Igen. Betegség jellemzése még mindig. Milyen típusú rohamok vannak? Mire tudunk figyelni? Hát az egyik a megfeszülés, amikor ok nélkül megfeszülés, hiába akarja, nem tudja abba hagyni. Tehát egy görcs, egy merev görcs. Lehet elgyengülés, tónuszvesztés. Lehet rángás, egyszeri rángás, vagy több egymás után. Itt el kell azt mondani, hogy vannak az alvási rángások, amit lehet mindenki tapasztalt magán, vagy a párján, vagy a gyerekén, hogy álmába rúg egyet, ugrik egyet a keze. Ha egy-egy, de nem ugyanolyan rángás jön elszórtan, az teljesen normális. Epilepszia betegségben az a jellemző, hogy ugyanott, ugyanolyan rángások sorozatban jönnek. Ismétlődő cél nélküli mozgások lehetnek, érzés, érzékelés, kiesés vagy többlet, például nem érzi a fél oldalát, vagy a nyelvét, az ízeket, vagy furcsa ízt érez, ugye hiány vagy többlet. Különféle vegetatív tünetek társulnak hozzá, megszédülés, hányinger, elsápadás, átmeneti beszédzavar, meglassulás, bambulás, tudatzavar, halucinációk, tévképzetek, lát valakit, aki nincs ott, emlékezetkiesés, ezt legtöbbször utólag nem tudja elmondani, hogy mi történt vele. A roham után, a roham végén ritkán van az, hogy teljesen jól van vége a rohamnak, és ő patent. Legtöbbször azért fáradt, álmos, illetve sok gyerek a roham után mélyen bealszik, mert az agya ilyenkor 10-20-szor erősebb aktivitással működik epilepszia roham közben, mint normálisan, ezért hamar elfárad az agya. Olyan, mint hogyha egész nap kapált volna a kertbe, vagy egész nap, bocsánat, a matematika tanároktól, matematika példákat kellett volna megoldjon, és már eddig van velem, vagy az angolt gyakorolni, vagy a nyelvtant, az is még egy mumus néha, és nagyon-nagyon fáradt a gyerek. Majd lesz később szó, hogy mit teszünk ilyenkor. Hamar múló bénulás, tehát hogy nem tudja mozgatni a kezét, lábát, a szemét, és egy után már tudja mozgatni, egyensúlyzavar, lassú reakció, viselkedésváltozás, zavar, tudat vagy nyugtalanság, nem olyan, mint ahogy szokott viselkedni, és az emlékezet kiesés. Az epilepszia betegség nagyon sok más betegséggel valamennyire hasonló, és sok mindentől el kell különíteni, amire eljutunk oda, hogy epilepszia diagnózis megszületik. Hát ugye az, hogy valaki furcsa ájulása van, szívritmuszavara van, emiatt esik össze, vagy van egy pszichogén rosszul léte, amit ő úgy tesz, mintha rosszul léte lenne, azért ráfigyeljenek, vele foglalkozzanak. Egy figyelemzavar, sztereotíp mozgások, tikkelés, lehet ugye nátriumszint, kálciumszint, vagy cukorszint csökkenés, esés, és amiatt is lehet görcs. Különféle csecsemőkori sztereotípiák, tehát a bölcsődébe, óvodába némely gyerek úgy altatja magát, hogy így kicsit himbálóztatja, pedig nem epilepsziás, így nyugtatja meg magát. Más, mit tudom én, a haját piszkálja, vagy a anya haját otthon, vagy a fülét pödri, kinek milyen szokása van, és hogyha ezt közben
olyan furcsán néz, hát felmerül a lehetősége. Vagy ugye a kisgyerekek szokták néha ugye, hát önkielégíteni magukat, annak is lehet ez hasonló tünete. Különféle mozgászavarok, migrénnek a súlyos, komplikált változatait nem tudjuk mindig könnyen ránézésre elkülöníteni. Különféle alvászavar, felsírálmába, járkálálmába, beszélálmába, és olyan furcsa, különféle mérgezéssel kapcsolatos görcsök, illetve hát a kisbabáknál, akik refluxosak, a reflux miatti sav miatti nyelőcső fájdalom miatt megfeszülnek, és kimered a szemük. Speciál tegnap vizsgáltam egy ilyen gyereket, és nem epilepsziás volt. Mi történik a kivizsgáláskor röviden? Hát kikérdezzük a pácienst, hogy ő mit tud. Megkérdezzük a hozzátartozót, hogy mit tud. Én, hogyha nincs elég információ, én veszem a fáradtságot, felhívom az iskolát, kérem a tanárt, vagy a szülőnek, ha megvan a tanárszáma, hogy az, aki látta, a szemtanút kérdezem meg, hogy pontosan hogy történt. A legjobb az, hogyha videófelvétel készül, és ugye ez a gyerek érdekében korlátozott felhasználással én szerintem érdemes megfontolni, hogy utána stressz helyzetben, amikor az ember van, nem biztos, hogy megfigyel minden részletet, de ezt vissza lehet nézni. Többször aztán kitöröljük, hogy tudjuk, hogy pontosan mi történt, mert ez nagyban segítség lenne nekünk, hogy a pontos tünetek sorrendjét, mert abból vissza lehet következtetni, hogy az agyban mikor, mihol történt. Akkor megvizsgáljuk a gyereket, különféle reflex, meg egyensúlyvizsgálat, készítünk EEG-vizsgálatot, agyhullámvizsgálatot, amin elektrodákat teszünk a mellkasra, EKG esetén, hasonlókat teszünk a fejre, és akkor így látjuk, hogy milyen gyereknek a pillanati agyműködése. A legbiztosabb az, amikor pont akkor csinálunk EEG-vizsgálatot, amikor éppen a roham zajlik, mert akkor látjuk, hogy milyen a roham. Máskülönben egy alapvetően jó állapotban levő gyerek agyi működéséről kell megmondani, hogy x óra nappal ezelőtt mi történt nála. Tehát az EEG az nem minden, néha segít, néha nem. Az EEG-vel párhuzamosan videót is tudunk készíteni, de van 24 órás, meg 72 órás videó Budapesten, nem nálunk, ahol ritkán van szükség, hogy addig csináljuk az EEG-t, amíg el nem csípünk egy rosszul létet. Ez akkor merül fel, hogyha nagyon ritkán furcsa rosszul lét van, és mással nem jutunk előrébb, vagy pedig a szülő mond valamit, mi valamit elképzelünk az ő elmondása alapján, de valahogy nem stimmelnek a dolgok. És akkor szeretnénk látni egy rohamot, hogy az pontosan milyen. Hogy megcáfolja, meg megerősíti az eddigi információkat. Laborvizsgálatokat, vérvizsgálat, anyagcsere, génvizsgálatokat tudunk végezni, ultrahang vagy kaponyelmer vizsgálatot, neuropszichológiai vizsgálatokat, meg különféle ilyen műtéti, elektródás, agybaszúrós, speciális vizsgálatok is vannak, ha minden kötél szakad. Diagnózist ugye, ha megvan, akkor megfelelő módon el kell mondani a szülőnek, a gyámnak, vagy a nevelőszülőnek, aki éppen ott van, és általában azért olyan egy-másfél órát szoktam egy-egy szülővel beszélgetni, hogy minden részletet elmondjak, hogy tudják, hogy miről van szó, és hogy megnyerjem a közös, a gyereknek a közös kezelésére, mert együtt kezeljük a gyereket. Milyen kezelési módok vannak? Ugye van két fő gyógyszeres csoport, az egyik a roham oldó gyógyszer, amit akkor adunk be, hogyha most rohamozik, és most akarjuk a rohamot leállítani, meg van a roham megelőző gyógyszer, amit rendszeresen szedni kell, hogy megelőzzük a rohamokat. A szürke táskát elkérhetem szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Erre szükségem lesz. A roham megelőzés a sok esetben jól sikerül, megfelelő gyógyszert, megfelelő gyereknek, megfelelő fajta epilepsziába, amúgy zárójelben van több mint 43 féle gyógyszer, illetve egyet vagy több gyógyszer kombinációját is lehet választani, ahogy szükség van, azt azért adjuk, hogy ne legyen rohama, mert a roham önmagában életveszélyes állapot, nem tud magáról, megüti magát, oxigénhiányos lehet roham közben, mert nem tud rendesen levegőt venni, és ez minél hosszabban tart egy roham, annál nagyobb veszéllyel jár, hogy maradandó károsodása van. Maga az epilepszia hajlam, ha jól van gyógyszerre beállítva, és mondjuk az EEG nem negatív, látszik a hajlam az agyműködésben,
az pillanatnyilag nem veszélyes, csak hogyha roham alakul ki. És ezek a gyógyszerek, amiket alkalmazunk, ezek a legnagyobb részt nem az epilepszia betegséget gyógyítják, hogy az gyógyuljon meg, mert ha akar, magától gyógyul meg, hanem a roham kialakulását akadályozzák meg, szeretném megakadályozni. Különféle kiegészítő kezelések is vannak, nagyon fontos a D-vitamin, immunerősítőnek, illetve sok epilepszia gyógyszer a D-vitamin szintet csökkenti. Lehet ketogén diéta, speciális étrend, van olyan epilepszia fajta, ami csak erre reagál, és semmilyen gyógyszerre. A CBD, cannabidiol, ugye az orvosi marihuánának a tisztított változata, meg különféle ilyen mágneses, agyi stimuláció, vágó stimuláció, ezek ilyen implantátumos stimulátorok, immunterápia. Néha sebészhez kell küldeni a gyereket, hogyha daganat van a háttérbe. Pszichés támogatás, életvezetés, ugye nagyon fontos a compliance, motiválás a gyógyszerszedésre, hogy miért kell tenni, majd a SUDEP-ről később beszélek. Életmódi tanácsok. Itt el szoktam mondani, hogy ugye olyan helyzetekben kell vigyázni a gyerekre, ami helyzetben, ha rohama lenne, nagyobb veszélyben van, mintha két lábod áll a földön. Például kötélmászás. Rájön a roham a tetején. Ezért szoktam írni, aki már látott tőlem leletet, vagy hallott szülőtől, hogy magasban nem mászhat a gyerek. Bordásfalra, kötélre, stb. Vízbe egyedül nem mehet. Az azt jelenti, hogy vagy legyen ott mellette valaki, ha mondjuk fürdőkádba fürdik, vagy wellness fürdőbe mennek, vagy ha úszásoktatás, akkor legalább, ha stabil, 3 hónapja nincs rohama, és szedi a gyógyszert, akkor egy valaki medence szélén ül, és őt nézi, az ő fejét, hogy minden rendben van, mert most 30 fej, vagy 25 fejből, hogy most egy a víz alatt van, hát ember legyen a talpán, aki mindenki egyszerre tud figyelni. Ezért szoktam kérni, hogy ha egy tanár ott van, és ő rá tud figyelni, vagy a szülő menjen be, vagy nagyszülő, vagy nagynéni, és akkor engedjék be, és ő nézi, és amíg mindent csinál, akkor csinálhatja, mert csak annyira korlátozzuk a gyereket, amire feltétlen muszáj, hogy minél kevesebb legyen, kisebb legyen a betegség tudata, minél kevesebb pszichés károsodással élje túl ezt az időszakot, ami után várható, hogy elnövi a gyógyszert, és hogy minél kevesebb hátrány legyen ebből. Rohamprovokáló faktorokat kerülni kell, ha tudjuk, hogy melyek azok. Milyen kezelési módok vannak, ugye a rohamoldás. Ugye ilyenkor az általam kezelt gyerekeknél, mindenkinél van rohamoldó gyógyszer. Van egyik a diazepám, amik itt, most nem tudom mutatni? Ezzel? Nem? De tudod? Mutatni. Ja, igen. Oda is mutatom. Jó, oké. Tehát ez a diazepám, ez egy ilyen régi típusú gyógyszer, amit inkább babáknál szoktunk alkalmazni. Mostán régen, amikor nem volt más, akkor ez volt mindenkinek. Ugye hát le a nadrág, le a bugyi, és betolni. Nem higiénikus, illetve hát nagy gyereknél ciki is megcsinálni, de most már van egy pár éve orspré, meg szájoldat. Ezeket elhoztam, úgyhogy majd ide kiteszem, és akkor aki szeretné, megnézheti közelről is, de akinek van epilepsziás gyerek a környezetében, az tudja. Ugye a spré az így két részben van, csomagolásban, és akkor levesszük a piros dugót, ezt a porlasztó fejet rá kell csavarni a dugó helyére, tehát ez így csavarható. Ebben most nincs benne gyógyszer. Körülbelül a fél adagot egyik oldalra, a fél adagot másik oldalra úgy adjuk be, hogy passzentosan, finoman, óvatosan feltoljuk. Az orrból hamar felszívódik, higiénikus, könnyen beadható, ott van a gyógyszer, és tudjuk alkalmazni. A másik, az egy drága módszer, az egy szájoldat, levesszük a kupakot, és a fog és a pofa nyálkahártya közé adjuk be egyik oldalt, vagy felét ki, ahogy szeretné. Amikor valaki rosszul van, akkor feltételezzük, hogy nem tudja magát tartani, ezért mindig a hátára fektetjük, és akkor nem folyik ki a szájából. De erről majd még lesz szó a kollégám előadásában. És akkor megfelelő mennyiségű gyógyszer, rohamoldó ott van a gyerek mellett, és hogyha kell, akkor tudjuk alkalmazni, azért is, mert nem akarjuk, hogy elhúzódó legyen a rohama, nem akarjuk azt, hogy maradandó károsodása legyen. Ez egy biztonsági gyógyszer, csak akkor alkalmazzuk, hogyha egy percnél legalább tovább tartott a rosszullét, illetve nem azért adhatjuk be, mert kötelező, mert muszáj, hanem úgy gondolom, hogy ha tudjuk, hogy van egy segítési lehetőség, akkor az emberi kötelesség
tanár, vagy nem tanár, orvos, vagy utcaseprő, hogy akkor be tudja azt adni, hogyha tud róla, hogy ilyenre lehetőség van. Roham megelőzésre, ugye a másik módszer az állandó gyógyszer, erről sokat nem fogok beszélni, különféle gyógyszer különféle epilepsziába van, különféle epilepsziába is jó ugyanaz a gyógyszer, illetve van olyan epilepszia, amit csak bizonyos gyógyszer van, ezt el tudjuk dönteni. Egy év gyógyszer és rohamentesség után mondjuk azt, hogy valaki gyógyult, 2-3-5 évig szedi a gyógyszert, ameddig szükséges, utána lassan csökkentve elhagyjuk, 2-3 hónap alatt, és hogyha eltelik egy év, úgyhogy gyógyszert sem szed, rosszul léte sincs, és az EEG is jó, akkor mondjuk azt, hogy gyógyult, kinőtte, és onnantól kezdve nem kell kontrollba jönni, és nem kell semmi extra óvintézkedés, kivéve, hogy este időbe feküdjön le, és ne fogyasszon alkohol, drogot, energiaitalt, kábítószert, stb., mert ismerünk olyanról, hogy 20-30 évvel később nem vigyázott magára, provokálta magát, és visszajött az epilepszia. Életmódi tanácsok, ezekről már részben szóltam, provokáló tényezők kerülése, nem fogom felolvasni, mert időhiányba vagyok, magasban nem ásszon, védőfelszerelés viselése, bukósisak, bicikli roller korcsolya, aztán vízbe külön felügyelettel mehet, tűzönapon sokat nem tartózkodhat. Ugye a közel családtagoknak, illetve óvodába, iskolába jelezik a gyerek betegségét, ismertessék, mi a teendő roham esetén. Hát önöknek már nem kell, mert most elmondjuk, hogy mit kell csinálni. Rohamnapló vezetése, és hogyha roham van, fel tudják venni videóra, az segítség nekünk. Orvosi gondozás során, ugye 3-4 havonta járnak vissza a gyerekek kontrollba, egy évben 3-4-szer, ilyenkor vérvizsgálatot végzünk, hogy az állandó gyógyszerszedés miatt van-e bármilyen a szervezetében bármilyen mellékhatás probléma, EEG-t végzünk, neurológiai vizsgálat, megbeszélés történik a szülővel, hogy mi a tapasztalat, természetesen a szülő korábban is szólhat nekem, tehát bármikor elérhető vagyok e-mailbe, telefonon, illetve a kórházban. De hogyha minden jól megy, akkor 3-4 havonta találka. Ha mellékhatás van, akkor azt átbeszéljük, hogy tudjuk csökkenteni, tanulási zavar, bármilyen probléma, megbeszéljük. Szülői megfigyelések, kérdések megbeszélése, gyógyszerírás, szociális juttatások, javaslat. Ami még röviden elmondható, hogy a roham az egy potenciális életveszélyes állapot, ugyanakkor nem tudjuk, hogy mikor jön, mert nincs előjele. Nem olyan, mint egy ájulás, hogy érzi az ember, hogy most lever a víz, elsápadok, gyengének érzem magam, összerogy a, beszűkül a látóterem, homályos, zúg a fülem, és akkor el fogok ájulni egy 5-10 másodpercig, és utána, ha elájult és lefeküdt, akkor egyből magához tér. Epilepszia pont fordítva. Hirtelen jön elő, tart, ameddig tart, vagy magától múlik el az agy kifáradása miatt, vagy beadjuk a rohamoldót, és akkor minél kevésbé van az agya meggyötörve, és fokozatosan tér magához. Ez egy fő különbség az ájulás, meg az epilepsziás roham között. Több figyelmet igényel az ilyen gyerek? Így van. Több figyelmet, a szünetbe is. Én azt szoktam javasolni, hogy a szülő a gyerekének mondja, hogy ne menjen a bokor mögé, meg a nem tudom mi mögé, legyen ott a tanár körzetében, hogyha látják, hogy baj van, akkor vegyék észre. Tehát vegyük észre, hogyha rohamgyanús állapotba kerül. Roham esetén tudjuk, hogy mivel segíthetünk, illetve mit ne tegyünk, ezt majd a kollégám fogja inkább elmondani. A rohamoldó beadása az életét, testi épségét, agyi képességeit menti meg a jövő számára. A jól beállított gyógyszeres kezelés mellett csak nem teljes életet élhet, és sok esetben nincs roham, és elhagyjuk a gyógyszert egy idő után, a betegség nem fertőző, nem lehet elkapni. De a tünetek nagyon ijesztőek, csak egy gyors közvéleménykutatás. Tegye fel a kezét az, aki már látott epilepsziás rohamot gyereknél. Azért egy jó páran, igen, igen. A legdurvább az, amikor az ember a saját gyerekénél látja, mert az a legrosszabb. Kirekesztés, félelem alakulhat ki, ezért egy epilepsziás gyerek az osztályba erről beszélni kell, minden gyereknek az értelmi szintjén, hogy ez mit jelent. Szociális társadalmi kapcsolatok erősítése, a betegség tudatot nem erősítjük, csak a szükséges biztonsági korlátozások bevezetése szükséges, mert a gyerekek 75-80%-a kinövi,
tartós 2-5 éves gyógyszer szedés után meggyógyul, 5-10% a gyógyszer mellett rohammentes lesz. Ami még fontos elkülöníteni, hogy most igazi rohama volt, vagy esetleg pszichogén megjátszott rohama, mert lehet olyan pszichésen terhelt gyerek, aki rájátszik, és lehet igazi rohama is, meg nagyon hasonló pszichogén rohama is. Illetve ami még egy eléggé szörnyű dolog, hogy epilepsziában az éjszakai roham kapcsán vegetatív zavar miatt meg lehet halni. Illetve maga a rohamba is. 2,5 évvel ezelőtt volt egy hír az interneten, hogy egy ismert üzletembernek a 25 éves fia nem szedte a gyógyszert, alkoholizált sajnos, és a mentők nem tudták újraéleszteni, és roham közben meghalt. Úgyhogy ezt komolyan kell venni. Még beszélhetnénk sokat a prevencióról, pályaválasztásról, jogosítványról, munkaalkalmasságról, szociális társadalmi tényezőkről, gyerekvállalás, családalapítás, de hát nincs sok időnk. Egy néhány útravalót szeretnék még röviden még egyszer ismételni. Az epilepszia viszonylag gyakori betegség, számos változatos formája és megnyilvánulása van. Epilepsziás görcsroham életveszélyes is tud lenni. Folyamatos roham megelőző kezelés mellett ritkán van szükség rohamódó gyógyszerre, de ott van, és ha kell, használjuk. Rosszat nem tudunk tenni, mert ha nem teszünk semmit, az a legrosszabb. Legalább megpróbáltunk, és minden esélyt megadtunk, amit csak pillanatnyilag volt a gyereknek. Folyamatos gondozás, pszichés támogatás. A gyerekek nagyobb része tünetmentes, és gyógyulhat az epilepszia betegségből. És akkor két idézetet hoztam önöknek, így levezetésnek. Az egyik a Bibliából, hogy az Úr ajándéka a gyerek, és vigyáznunk kell rá. A másik pedig, hogy a gyerekekkel a napok hosszúak, az évek azok rövidek. Hívjuk a 112-t, ne aggódjatok, hogyha azt mondják, hogy ne tegyük le a telefont. Ugye központi segélykérő van most már, amióta csatlakoztunk az EU-hoz. Vannak bizonyos esetek, ezek például a görcsroham az ide tartozik, ahol miután fölhívtátok és bemondtátok, hogy hova kell a mentő és mi történt, együtt telefonos utasításra vizsgáltatják meg általatok a beteget, és egészen addig, amíg ki nem ér a mentő, azt fogják mondani, hogy hangosíts ki a telefont, tedd oda a beteg mellé, és beszélgessünk folyamatosan, hogy tudjuk azt, hogy mi történik a helyszínen, mert hogyha ne adj Isten közben leállna a betegnek a légzése, akkor az, ahogy erről meggyőződtünk, akkor szépen el fogjuk tudni kezdeni majd közösen az újraélesztést. Ami nagyon-nagyon fontos, van egy görcsölő betegünk, nem tudjuk miért görcsöl, védjük a fejét biztonságos körülmények között. Hívjuk a 112-t, és várjuk egész egyszerűen a roham lezajlását. Mert egészen egyszerűen az idő alatt, amíg a beteg rohamozik, addig az összes izomcsoportja az esetek többségében az fokozott tónusban van, vagy klonizál, vagy bármi olyan mozgást végez, ami nem teljesen egészséges. Nem igazán tudunk megbízhatóan légzést vizsgálni, nem igazán tudunk megbízhatóan légutakat nyitni. Meg kell várni, amíg lezajlik a görcsroham. Egy nagyon-nagyon fontos üzenet még, hogy a görcsroham alatt ne próbáljunk senkinek a szájába semmit beletenni. Volt évekkel ezelőtt egy nagyon szomorú példa, de mindig föl kell hozni. Az epilepsziás gyermekre a nagymamája vigyázott, és a gyermeknek lett egy epilepsziás rohama. És nem igazán volt tisztában a tennivalókkal, azt tudta, hogy a légutakat meg kell nyitni, és fakanalat próbált belefeszíteni egy szájzáras állapotba a gyermekének a szájába. Ez ugye nyilván ez egy nagy fizikai erőkifejtést igényelt, viszont nem igazán látta, nem igazán sikerült betuszkolni ezt a fakanalat. Amíg ott próbálkozott, megsértette a lágy szájpadot, a kemény szájpadot, vérzés generált, és a vérző, és ez a vérzés mind-mind a légcső irányába tolódott, és megfulladt a saját vérébe a gyermek. Ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy nem teszünk a görcsölő ember szájába semmit se, és az, amit a focipályán láttok, hogy feszítik szét a száját, és húzzuk ki a nyelvét, van ennél sokkal, de sokkal humánusabb megoldás is, majd erről fogunk beszélni. Megvártuk a görcsrohamnak a lezajlását, ezt követően meg fogjuk vizsgálni az alapvető életfunkciókat. Azért vizsgáljuk meg az alapvető életfunkciókat, mert nem fogjuk azt tudni, hogy ő epilepsziás, vagy nem fogjuk azt tudni, hogy ő neki most éppen zajlik egy szívinfarktus, egy szívrohama.
Jó? Ugye azt beszéltük, hogy az epilepsziás, miután lezajlott a görcsroham, hogyha nem komplikált roham, utána lesz légzése neki. Ugye mi csak és kizárólag a légzés megléte, vagy a légzés hiánya alapján tudjuk differenciálni azt, hogy a betegünk él vagy hal. 10 másodpercig nyitott légutak mellett, ilyenkor, amikor lezajlik egy görcsroham, akkor általánosságban tónusát vesztik ezek az emberek, és elkezdenek horkolni, ebbe az állapotban meg fogjuk nyitni a légutakat, majd erről hoztam ábrát, és 10 másodperc alatt meg fogjuk számolni a betegnek a légzését. Emlékeztek arra, hogy 10 másodperc alatt hányszor kell levegőt venni? 2-szer. Jó? 10 másodperc alatt, aki 2-t vesz levegőt, az él. Aki 2-nél kevesebbet, az nagy valószínűség szerint nem él, ott el kell kezdeni az újraélesztést. Mit kell csinálni a görcsölő beteggel, miután lezajlott a görcsrohama? Megvizsgáltuk, van légzése neki. Ezek az emberek, ezek az esetek többségében tulajdonképpen egy eszméletlen, egy a külvilág ingerére nem igazán reagáló állapotban vannak, továbbra is veszélybe vannak a légútjai, ezért éppen ezért el kell fordítani az oldalára, hogy az eszméletlen betegek, ha jogosítvány szerzésnél megvan, őket stabil oldalfekvő helyzet, aha, megvan, ő lesz az. Nagyon jó a stabil oldalfekvő helyzet, meg tudnánk most csinálni? A beteg kerüljön az oldalára. Ilyen egyszerű az üzenet, jó? Az oldalára kerüljön, mert hogyha az oldalára kerül, kinyitjuk a száját, akkor onnantól kezdve a nyelvünk az kifele fog tódulni, nyitva lesznek a légútjai. Oké. Abban az esetben, hogyha ismerjük a gyermeket, ismerjük a beteget, és tudjuk azt, hogy van görcsoldó készítmény, ezeket lehet alkalmazni, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt mindig beszéljétek meg a szülővel az, hogy mit, hogyan, milyen mértékben kell használni. Ne akkor és abban a pillanatban próbáljunk mi gyógyszerelési, meg mindenféle technikát kipróbálni, mert hogy az úgy nem veszi jól ki magát. Itt, ami nagyon-nagyon fontos lesz az üzenet ezzel a rektális készítményekkel kapcsolatban, láttátok, hogy ezek nem olyan gyógyszerek, hogy szúrós, meg be kell döfni, meg izomba, meg vénába. Egész egyszerűen azért nem ilyen gyógyszerek, mert egy ilyen befeszült állapotban nem az a leggyorsabb gyógyszerbeviteli mód, hogyha én ott vénát biztosítok, izomba adok gyógyszert, és a többi, arról meg nem is beszélve, hogy ennek technikai kivitelezési nehézsége is van. Tehát, hogy egy görcsölő betegnél vénát biztosítani, az azért kihívásokba küszködik, keressünk olyan behatolási kapukat, amelyek azért viszonylag könnyebben elérhetőek. Mi is a mentőn ezeket a diazepám, ezeket a rektális oldatokat használjuk. Arra figyeljetek, majd hogyha kezetekbe veszitek, hogy amikor ezt használjuk, akkor ugye benyomjuk ugye a végbélnyílásba, az ampullába, ott össze fogjuk nyomni a tubusnak a végét, és ott föl ne engedjétek. Jó? Tehát, hogy összenyomott állapotba húzzátok ki a betegnek a végbeléből, azért, mert hogyha ott fölengeditek még oda benne, amit benyomtatok, azt ki is szívjátok. Jó, hogy erre figyeljetek oda. A másik ennél sokkal, de sokkal cizelláltabb formája a görcsoldásnak, hogyha ezt az úgynevezett medkészüléket, ezt az intranazális fecskendőt alkalmazzátok. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a betegeket, akiknél lezajlott görcsrohamuk van, ezeket ne hagyjátok magára. Van egy nagyon-nagyon szép fogalom, posztkonvulzív tenebrozitás. Ez nagyjából ez egy rettentően széleskörű fogalom. Minden olyan állapot belefér, ami egy görcsrohamot követően elő szokott fordulni. Az aluszékonyságtól, a mély eszméletlenségen át, az agitáltságig, amikor az ember azt se tudja magáról, hogy hol van, és küzd, és verejtékezik, és minden, hogy ezek a betegek ezek továbbra is veszélyben vannak. Sajnos megint csak a mindennapi életből hozott példa, Lidli áruházba görcsrohamot követően próbálják lefogni, ez a beteg ez nem beszámítható. Jó? Miután ő ébred, nem igazán beszámítható. Nem fogja tudni azt, hogy ő hol van, nem tudja, hogy milyen veszélyek leselkednek rá. Próbálták nyugtatgatni, ő természetesen zavarba volt, se kép, se hang. Akkor azt mondták, ha hülye vagy Józsi, akkor menj föl, aztán mész a dolgodra. Na hát a Józsi az fölkelt, és próbált átmenni a zebrán, viszont nem vette figyelembe, hogy ott közlekedési lámpa is van, és elütötték ezt követően. Tehát, hogy erre nagyon-nagyon kell figyelni, hogy ezek a betegek egészen addig veszélyben vannak, amíg teljes mértékben vissza nem nyerik a tájékozódási képességüket. Miért szoktunk mi vitába keveredni egyébként a Gyurival, vagy miért szoktunk ellentmondani egymásnak? Ez még hozzátartozik azért, mert mi a nagyobb rohamoktól, amelyek eszméletvesztéssel járnak, azoktól sokkal, de sokkal inkább tartunk.
az eszméletlenség, a görcsoham, hogyha titeket úgy hívnak az iskolába, hogy a tőletek egyébként 8 percnyi járásra lévő osztályterembe valaki görcsohamot szenved, és amikor ti lementek, és ő még mindig görcsoham állapotában van, az egy nagyon-nagyon rossz kórjel, tehát az egy elhúzódó görcsoham állapotot jelent. Ezekbe az állapotokba rettentően agresszívan szoktunk általában mi is belemenni. Egy nagyon gyors, nagyon széleskörű görcsgátlást kell, hogy részesítsünk ezeknek a betegeknek. Miután lezajlott a görcsom, ugye erről beszéltünk, beteget a hátára fordítottuk, megnyitjuk a légutait, előtte természetesen megrázzuk, légzés-keringés vizsgálatot tartunk, hogy abban az esetben, hogyha nyitott légutak mellett 10 másodperc alatt megvizsgáljuk a légzését, nincsen neki légzése, vagy egy, ebben az esetben azonnal el kell kezdeni az újraélesztését, abban az állapotban, hogyha viszont van légzése neki, akkor az oldalára kell fordítani, és stabil oldalfekvő helyzetet kell kialakítani nála. Ezeket tilos. Jó? Görcsoham alatt végtagokat lefogni, leszorítani, 2-3-4-en ülnek a Józsin azért, hogy ne mocorogjon, mert hát hogy néz az ki. Ezek az a baj, hogy másodlagos sérüléseket okozunk, és nyilván egy csonttörésből fel lehet épülni, de hát hogy néz az ki, hogy én segíteni próbáltam, aztán közben meg eltörtem a Józsi csuklóját, igaz? A másik nagyon fontos, ami szigorúan tilos, erről beszéltünk, hogy bármi a szájba erőltetés, ez szigorúan tilos. A száj kifeszegetése és a nyelv kihúzása, aki ezt próbálta, az elmondhatja magára, hogy egyébként nem is olyan könnyű, meg hát nem is olyan gusztusos dolgok ezek. Erről beszéltünk, hogy a görcsoham, hogy hogyan indult, ezeket érdemes egyébként megjegyezni, hogy volt egy olyan testrésze neki, volt egy olyan arcfele, ami egyébként a nagy eszméletvesztést, a tónusvesztést, vagy éppen a tónus fokozódást megelőzően rángatózott, faszikulált, apró izomrángások voltak neki, vagy egyből jött az eszméletvesztés, és egyből görcsohamozott. Azt szoktuk mondani, hogyha 5 percnél tovább tart a görcsoham, illetve hogy a görcsohamok között nem tisztul föl a beteg, ezek kifejezetten rossz indulatú kórképek, nagyon gyors, nagyon agresszív görcsgátlást igényelnek. Érdemes egyébként utána nézni annak, hogy sérülés érte, és itt kifejezetten a fejsérülésekről beszélünk. Láza volt-e a betegnek, gondolunk-e arra, hogy esetleg ennek a görcs tevékenységnek a hátterében valamilyen központi idegrendszert érintő gyulladásos mechanizmus van. Van ez az aura érzés, nem tudom, erről hallottatok-e, hogy vannak olyan epilepsziás betegek, akiknek van egy olyan déjà vu érzésük, jéma vu érzésük, mintha lett volna abba a szituációba, minthogyha érezte volna azt a szagot már korábban, vagy kifejezetten olyan érzése van, amire tudja, hogy ezt követően epilepsziás rohama lesz. Ezeknek egy része most már azért inkább azt szoktuk látni, hogy a félelem van inkább a háttérben ezeknek az eseteknek, és inkább gyorsan lefekszenek, és aztán azt látjuk, hogy nem követi epilepsziás roham, de úgy jelentik be őket, hogy epilepsziás rosszul van. Ennek inkább egy pszichés tényező van a hátterében, és vannak olyan gyermekek is, természetesen erről a Gyuri is szólt, ami ilyen speciális epilepszi szindrómában szenvedő gyermekek, őrök annyi könnyebbség van, hogy általában a környezetük tudja azt, hogy ő egy epilepsziás beteg, tudja azt, hogy mit kell vele tenni. Nagyjából a görcsoldó gyógyszerek azok egyébként itt is ezek lesznek. Ezekről a gyógyszerekről beszéltünk. Nagyjából az, hogy kinek mit és hogy hogyan, azt lehet mondani, hogy ezektől a rektális készítményektől az kék készítmény, ha jól emlékszem, az 5 mg-os készítmény, ugye? A piros készítmény, hogy te látjátok, hogy más színű, az meg a 10 mg-os készítmény. Nagyjából azt szoktuk mondani, hogy 15 kg alatt az 5-ös készítményt szoktuk alkalmazni, 15 kg fölött pedig a 10 mg-os készítmény, tehát a piros készítményt. Felnőttek esetében, hogyha nagyon nincsen másmilyen út, akkor a 2 darab 10 mg-os készítményt azt egyébként lehet alkalmazni. Ez nem felhatalmazás, mi most itt elhangzott, ez nem gyógyszeres beavatkozási felhatalmazás, jó? Tehát, hogy ezekre vannak oktató videók, lehet egyébként utána nézni az interneten, hogy hogyan kell alkalmazni. Ami nagyon-nagyon fontos és üzenetértékű legyen, hogy az, hogy tájékozódjatok mindig, hogy az alátok tartozó kis kommunába van-e beteg, volt-e, fordult-e ilyen elő, és úgy általában, hogy van-e neki gyógyszere.
És ez lehet bármi másra is, ez lehet az anafilaxiára vonatkozóan, lehet a, ha fejfájós a gyerek, akkor milyen fájdalomcsillapító, tudjuk azt, hogy a mi közvetlen környezetünkben milyen korképpel élő betegek vannak, és hogyha ezek nagyon rosszul vannak, akkor velük mit kell csinálni. A középső kép az, ami a légút megnyitását fog jelenteni. Ez az a mozdulat, amit csak akkor tudunk már megcsinálni, amikor az emberünk az nincsen görcsoham állapotában. Jó, hogy ez egy nagyon fontos, mert hogy amíg görcsohamban van, addig ő feszít, addig nem fogjuk tudni hátraszegni a betegnek a fejét. Ugye ez az egyik kezünk a hajas fejbőről, másik az alsó állkapcson, és mindegy hátraszegjük a betegnek a fejét. Mi az az AED, mi az a két kép, amit ott lehet látni ott a jobb oldalon? Aha, igen. Jó, hogy ezeket a jeleket, ezekkel is legyetek tisztába. Hogy hol van a közvetlen környezetetekben AED. Lehet még egy pad, olyannal is találkozhattok. Ez mind a kettő ugyanannak a készüléknek a szinonimája. Ezeket magyarban tévesen újraélesztő készülékeknek szokták fordítani, azok ti vagytok. Jó? Tehát, hogy ők nem tudnak újraéleszteni, ők egy dologra jók, hogyha a betegnek az okozza a keringés megállását, hogy van egy rossz indulatú ritmuszavar, azt egy elektromos energia leadásával meg fogja tudni szüntetni. Jó? Hogyha ilyen van, akkor azt nyugodtan kérjétek oda, ha egy görcsölő beteg van, akkor nyugodtan kérjétek oda, és hirdetem, van egy úgynevezett SafeCity applikáció, azon a SafeCity applikáció, hogyha beregisztráltok, akkor az meg fogja tudni mutatni, hogy a közvetlen környezetetekben hol van kihelyezett defibrillátor. Jó, ez bátran alkalmazzátok, és ez mind hasznos lesz a betegétik érdekében. Az záró üzenet ez. A légutaknak a tartósan átjárhatóságát azt a betegnek a stabil oldal fekvő helyzetének a kialakítása fogja jelenteni. És tök mindegy, hogy hogyan tanultátok. Így nézzen ki a beteg. Jó? És mellette maradjunk, és folyamatosan időről időre vizsgáljuk az ő légzését, mert sajnos ezek a betegek aztán majd tovább fognak tudni romlani. Kedves nézőink, a köztérben az epilepsziás gyermekek ellátásáról hallhattak előadásokat. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.